Eltérő táplálást igényel a kistestű, lapos orrú kutya, például a mopsz, mint a többi. Ez egy szofisztikált kérdés. Megpróbálok rá felelni. Ugye mi rejlik ebben a kérdésben? A lapos orrú kutyus. A lapos orrú kutyák azok egy külön szekció a kutyáknak a fajtái között. Ezek általában egy komoly szindrómában szoktak szenvedni, amelyek a szűkült orrot, a túlságosan hosszú lágyszájpadlatot, a gégeszűkületet, a légcsőszűkületet magában hordozzák, és még más egyéb veleszületett megterhelés is lehet, veleszületett megbetegedés is lehet még. Tehát a lapos orrú kutyáknál nagyon fontos, hogy azok, ha lehet, akkor ne hízzanak el. Mert hiszen ezek a megbetegedések, a légcsőszűkület, a gégeszűkület, a garatnak egyfajta beszűkülése, akár úgy, hogy a mandulák túlságosan belógnak a garat üregébe, a lágyszájpadlat hosszú volt, ez is szűkíti a garatot, legalábbis a légzőgaratot mindenképp. Tehát az elhízott kutyáknál ezek a tünetek, amelyeket egyébként is viselni kell a kutyának, ezek romlanak, és súlyosabbakká válnak. És még egy dolog, ha most ugye nincsen nyár és nincs nagy forróság, de egy elhízott, ilyen úgynevezett brachiocefál szindrómában, tehát lapos orrú kutyáknak a szindrómájában szenvedő, megbetegedésben szenvedő kutyák, azok hőgutára lényegesen hajlamosabbak, mint az összes többi. Tehát a kérdés úgy szólt, hogy eltérő táplálást igényel a kistestű lapos orrú kutya, tehát brachiocefál szindrómában szenvedő kutya. Igen, az ilyen kutyánál nagyon kell vigyázni arra, hogy ne legyen elhízlalva, mert az elhízás lényegesen komolyabb tüneteket fog akár nyáron is, de az év bármely szakában okozni.